Akik ismerősek ezen a csatornán, azok tudják, hogy a politika nem más, mint egy színház, és ezek az emberek, akiket látunk nap mint nap feltűnni a tévében, akik gyakorlatilag irányítják az életünket, nem mások, mint színészek vagy bábok. Szerintem a nagyja nem tudja pontosan, hogy mi az, amiben részt vesz, és nem is érdekli. Ami érdekes számukra, az a hatalom, és ami ezzel jár, az pedig nem más, mint az anyagi előnyök. Azt sem mondom, hogy mindegyik gonosz vagy rossz, és csak ez érdekli őket, és nem akarnak segíteni az embereknek, de nehéz elképzelni, hogy a világ így alakulna, hogyha ezeknek az embereknek a szívében a mi sorsunk lenne első helyen. Én nem támogatom sem Orbán Viktor, sem a másik bandát, egyiket se. Számomra teljesen mindegy, hogy ki az, aki vezeti az országot, de ez egyébként így van mindenki mással is, attól függetlenül, hogy a legtöbb ember ezt nem érti meg. Korábban szó volt arról is, hogy ez egy színházi előadás, hiszen az. Megvannak az összes kellékek, a díszlet, a szereplők, a világítás, a hangosítás, a kamerák, a rendező, minden, ami ehhez szükséges. Sőt, megvan a koreográfia is, ki milyen sorrendbe szólal meg, ki milyen felekezetnek a tagja, milyen nézeteket vall, és azok a csoportok beletartoznak nagyobb csoportokba, azok megint nagyobb csoportokba, és a végén valaki elhatározza, hogy ezen csoportoknak melyik irányba kell menni, mit lehet, mit nem lehet mondani. Pontosan úgy, ahogyan a rendezés zajlik egy színházban, vagy egy filmben. Igazából nem változott a nézetem ezzel kapcsolatban, én a kezdettől fogva ezt mondom. Annyit hozzátennék még egyszer a mentségükre, hogy szerintem a nagyja nincsen 100%-ig tudatában annak, hogy mi az, amiért dolgozik, és mi a következménye azoknak a dolgoknak, amik történnek ma a világban, és hosszú-hosszú évtizedek, évszázadok óta történnek. Ezek után viszont térjünk rá a lényegre gyorsan, ez az, amiről szerettem volna ma beszélni. Ez a Reuters.com egyik cikke, mely úgy szól 2018. szeptember 12-én, hogy az Európai Unió parlamentje szankciókat szeretne Magyarország ellen Orbán Viktor rendelkezései miatt. Az Európai Unió úgy látja, hogy súlyosan sérül a demokrácia, illetve az állampolgári jogok, valamint korrupciós problémák is felmerülnek Magyarországon, amik példátlanok az Európai Unióban. Emlékeztetnék mindenkit arra, hogy ez egy színházi előadás, és próbálja meg ezt észben tartani, amikor ezeket a híreket olvassa. A parlament szavazott, és 448-197 arányban a szankciók mellett döntött. Kétharmados többségnél ez nagyobb, egyértelművé téve azt, hogy bizonyos konzervatív pártok és képviselők szintén Orbán ellen szavaztak, akik eddig vele voltak. Lengyelország azonban még meg tudja vétózni a helyzetet, és akkor nem függesztik fel Magyarországnak a szavazó képességét az EU-ban. Reuters rávilágít arra, hogy a 197 szavazat Orbán mellett egyértelművé teszi azt, hogy azért nem kevés állam támogatja azt, amit csinál. Nyugat-Európában egyébként ez egy szélső jobboldali antidemokratikus kormánynak tűnik, ami ráadásul még nacionalista politikát is folytat és sérti mindenféle kisebbségek jogait. Ami persze igaz is, hogyha ahhoz viszonyítjuk, amit képviselnek a nyugat-európai és a fejlett nyugati országok, ami egy szélsőséges, extrém liberális demokrácia. Az Európai Unió azt állítja egyébként, hogy azóta, amióta Orbán Viktor hatalmon van 2010 óta, a bíróság, a média és különböző nem állami szervezetek politikai nyomás alá kerültek. Emellett az EU azt sem nézi jó szemmel, hogy a muszlim bevándorlók ellen szavazott Orbán Viktor, illetve ugye a konzervatív párt nagy része.
Szijjártó Péter pontosan azt mondta, hogy ez a mai szavazat, illetve az akkori szavazat, ez egy bosszú ezért a viselkedésért, illetve azért a szavazatért, amit Orbán képviselt, illetve Magyarország a bevándorlókkal kapcsolatban. Az időzítés érdekes különösen azért, mert Nagy-Britannia márciusban hagyja el az Európai Uniót, és az európaiak európai parlamenti választásokon vesznek részt májusban, így a Magyarország, illetve Lengyelország ellen felmerült vádak, illetve a két országgal kapcsolatos problémák csak hozzáadnak a feszültséghez, illetve a bizonytalansághoz. Meg kell értenie mindenkinek azt, hogy pontosan ez a lényeg. Aki nem ismeri a csatornát, azt ajánlom mindenkinek, hogy nézze meg a politikai jellegű videókat, amik az új világrenddel kapcsolatosak, hogy jobban megértse azt, hogy milyen szempontból közelítem meg ezt a problémát és az egész világot. A káosz a lényeg, hiszen a káoszból egy új rendszer születhet. Ezt reprezentálja maga a sas, mint szimbólum. Nem akarok belemenni a szimbólumokba, de mindenképpen meg akartam ezt jegyezni azért, hogy akiket érdekel, utána tudjanak nézni. A sas felmerül szinte minden ország zászlóján vagy címerén, ilyen vagy olyan formában, Magyarországon úgy, mint turulmadár. Ez egy és ugyanaz a dolognak a szimbóluma. Amit jól ismerünk Egyiptomból, és onnantól kezdve minden kultúrában. A káoszból rend születik úgy, ahogyan a nap újra és újra felkel minden nap. És azért használja minden ország ezt, mert minden ország együtt dolgozik annak érdekében, hogy az új világrend létrejöjjön. Függetlenül attól, hogy az ország, annak lakossága vagy vezetői tudatában vannak-e ennek vagy sem. Aki részt vesz ebben a játékban, az elősegíti a káoszt és részt vesz a megoldásban. Ezért mondom azt, hogy minden ország együtt dolgozik, mert ez így van. Tudatosan vagy tudatalatt teljesen mindegy. A konzervatív oldal támogatja Orbán Viktort és a hasonló beállítottságú vezetőket, ez például Judith Sargentini, a holland zöld pártnak az egyik képviselője, aki együttérzését fejezte ki, míg a liberálisok ellene vannak, mint például Emmanuel Macron Franciaországból. Érdekes az, hogy Geert Wilders szintén támogatja, ő ugye a holland szabadságpártnak a vezetője, ez egyébként egy holland szélső jobboldali párt. Az, aki figyelmes, láthatja, hogy nem mindenkinek a támogatása pozitívum a politika színpadán, ugyanis egy szélső jobboldali vezetőnek a szimpátiája az nem feltétlenül hasznos számunkra. Hiszen ez egy színház, ahol mindenki játssza a saját szerepét. Szeptember 13-án, még azt hozzátenném egyébként, Lengyelország azt mondta, hogy ők mindenképpen megvétózzák az európai szankciókat Magyarország ellen. Ez pedig már a The Guardian Nagy-Britanniából, és ők azt írják, hogy Orbán Viktor kitart annak ellenére, hogy az Európai Parlament szankciókat fontolgat Magyarország ellen. Orbánt egyébként populistának hívja a The Guardian, ami érdekes, hiszen a populizmus annyit tesz, hogy az Arcanum.hu szerint nacionalista, demagóg, erősen jobboldali politikai irányzat, a populizmus híve, úgy mint a populista, populizmussal kapcsolatos azon alapuló. Végül is minden politikus populista, hiszen a népszerűséget valahogy el kell, hogy érjék, ezért úgy kell manipulálni a tömegeket, hogy a lehető legtöbb embert meg tudjanak szólítani. Ez pontosan arra emlékeztet, ami George Orwell 1984 című művében olvashatunk, amikor a szavak jelentése megváltozik, és az emberek nem tudják azt követni. Legegyszerűbb dolog azzal vádolni az ellenfelet, amit mi magunk csinálunk. És mindig az ellenkezőjét mondani annak, ami a mi szándékunk. Így lehet az embereket a legmesszebb elterelni attól, ami a mi valós szándékunk. Ezt csinálja a sajtó. Még egyszer mondom, én nem sajnálom Orbánt, vagy bármelyik más embert. Én arra szeretnék rávilágítani, hogy mi az, ami jön, és mi az, amit ebből mi le tudunk vonni. A The Guardian szintén közli, hogy ezek az Európai Unió legsúlyosabb szankciói, amire számíthat az ország. Még egy érdekességet megmutatnék, az pedig Orbán Viktor beszédéből van itt. Ugye ő elmondta az Európai Unió azon az ülésén, hogy tisztában van azzal, hogy nem tudja megváltoztatni a döntést, és már mindenki eldöntötte előre, hogy mi az, amire szavazni fog. És hozzáteszi, hogy nem az országot, hanem a nemzetet fogják ezzel elítélni, és elutasítják Magyarországot, amely a keresztény nemzetek családjának tagja volt évezredeken át. Ezáltal a kereszténységet, még ha azt a pogány kereszténységet is, ami
ma kereszténységnek hívunk, de akkor is magát a Bibliát és a kereszténységet sikerül így a szélső jobb oldala, a szélsőséges, demagóg, nacionalista, gondolkodású emberekkel kapcsolatba hozni. Ezért mondom azt, hogy figyelni kellene arra, hogy mi az, ami a sorok között van, és ehhez időre van szükség, és nem szabad elfogadni azt, ami az általános vélemény. Sőt, itt már azt írják, hogy a magyar populista nacionalista, mint Orbán Viktor, aki mellesleg ugye keresztény is. Megismétlik a vádakat, miszerint aláássa az igazságszolgáltatás és a média függetlenségét, ezen kívül propaganda és jogi háborút folytat a Közép-Európai Egyetem ellen, amelyet a filantropista George Soros alapított, aki nem más, mint egy globalista és az új világrendet próbálja meg előrébb hozni, amennyire csak lehet. Szóval, ha már propagandáról van szó, akkor itt a The Guardian és a The Reuters, amelyek ezt a propagandát terjesztik évtizedek óta, és mossák az emberek agyát. Ebben a számukban arról számolnak be, hogy Magyarország egy alapvető fenyegetés. A demokrácia, illetve a törvény uralma rendszerére. Al Jazeera szintén arról számol be, hogy a bevándorló ellenes rendelkezések miatt Magyarországot az Európai Unió szankciókkal fogja sújtani. Azért mutatom be ezeket, hogy mindenki lássa, hogy hogyan működik a politika. Mindaddig, amíg a legnagyobb szereplők ugyanazt az üzenetet hordozzák, addig biztosak lehetünk benne, hogy ez propaganda. Ezért olvashatjuk ezt a Reuters-től, a The Guardian-től, és most az Al Jazeera-tól, de meg fogjuk nézni egyébként a későbbiekben, hogy mi az, amit a Bloomberg ír, vagy a Politico, mindegyik ugyanazt mondja. Azért, mert ez a propaganda, ez az, amit szeretnének, hogy az emberek lássanak erről az országról, és arról, hogy milyen az, amikor valaki a saját nemzetét akarja támogatni, mikor valaki nem ért egyet a bevándorlással, mikor valaki keresztény nézeteket van. És én nem azt mondom, hogy a magyar vezetés az bármilyen szempontból is a mi érdekünket nézi, vagy ők jók, vagy bármik. Én csak azt mondom, hogy ez egy színház, ahol mindenki játssza a saját szerepét, és mindaddig, amíg valaki ezt nem így látja, nem fogja tudni megérteni azt, hogy mi az, ami a színfalak mögött zajlik, mert azt fogja gondolni, hogy amit lát, az a valóság. Al Jazeera írja, hogy Magyarország ellen szavaznak az Európai Unióban azért, hogy megállapítsák, vajon megsértette az általános alapelveit az Európai Uniónak az ország és annak vezetése. Már mikor elkezdődött a bevándorlási hullám, megmondtam azt, hogy a lényege ennek az, hogy az Európai Uniót és a nyugati demokráciát tönkretegye, és ezt most látjuk a saját szemünk előtt, hogy szép lassan hogyan fogja ezt megvalósítani. Én nem utálom ezeket az embereket, és teljesen mindegy számomra, hogy jönnek vagy nem. A végeredmény el van határozva előre. Mindannyian csak a szerepüket játsszák. Az emberek csak túl akarják élni ezt az egészet. Ők is, mi is, az EU, mindenki. Az a probléma, hogy az igazságot nem tudja senki, vagy csak nagyon kevesen, ezért így nem tudnak olyan döntéseket hozni, ami pozitívan befolyásolná a jövőjüket. Az emberek, úgy értem. De még ha tudnánk se, nincsen semmiféle hatásunk erre a rendszerre. Teljesen mindegy, hogy ki kire szavaz, mennyi aláírás gyűjt, vagy petíciót nyújt be, vagy levelet ír ide-oda vagy amoda, semmi nem fog változni. Az is mindegy, hogy Orbán, vagy a másik, vagy a harmadik van uralmon. A végeredmény úgyis az lesz. Az, hogy hogyan érik el, az érdekes számunkra, mert mi végig éljük, de a végeredmény ettől még nem fog változni, és ez el van döntve már most. Egy világkormány lesz, ahol mindenki egy fügyszóra fog menetelni. Érdekes módon Orbán azt mondta, hogy Magyarországot azért büntetik meg, mert az emberek úgy határoztak, hogy nem lesznek a bevándorlók országa. És ez tulajdonképpen igaz is. Én megértem az embereket, ezeket a kultúrákat nem lehet együtt egy egységes országgá kovácsolni, csak akkor, hogyha diktatúra van, és ez az, ami lesz. Nem lehet ennyi különböző kultúrát egy fedél alatt hatékonyan működtetni úgy, hogy ne sérülne valamelyiknek a saját identitása. És amennyiben ez a helyzet, akkor nem multikulturális társadalomról van szó, hanem egyszerűen csak egy keveredéséről a több fajta különböző kultúrának. Ez egyébként az új világrendnek a lényege. Mindegyik alakul, és együtt kialakítják azt az egy utat, amit mindenkinek járnia kell. És a mai tudatlan emberek többségének teljesen mindegy. Tudatlan, úgy értem, hogy ez a tény, hogy tudatlan. Teljesen mindegy, hogy ez degradálónak tűnik, vagy nem. A tény marad, hogy a legtöbb ember
Tudatlan. Ezen egyszerűen lehet változtatni. A tudás az, ami ezt megváltoztatja. Természetes az, hogy együtt érzek ezekkel az emberekkel, ugyanúgy, hogy együtt érzek mindenki mással, akinek ezek az emberek megeszik a terményét, meg lerombolják a kertjét. De mindegy, hogy én kivel érzek egyet, vagy mit gondolok. Az én gondolataim vagy cselekedeteim nem számítanak. A jövőt nem lehet megváltoztatni. Politikó elmondja azt, amiről ugye Orbán beszélt, hogy ez a döntés már előre meg van hozva. Probléma az, hogy a bevándorlás támogató képviselők az Európai Unióban többségben vannak, így lehetetlen más jellegű döntést hozni. Ez így van kitalálva. Bloomberg egyébként tovább megy és azt állítja, hogy a magyarországi szankciók az Európai Uniónak a harcát mutatják a populizmus ellen. Az Európai Unió maga populista, hiszen minden politikus populista, mivel a népszerűség az, amire törekszenek. Így is, úgy is demagóg, csak nem konzervatív vagy jobboldali értékeket képvisel, hanem liberális baloldali értékeket. Ugye amire felhívják a figyelmet itt Bloombergnél az az, hogy az Európai Unióban a nacionalizmus az felemelkedőben van, legalábbis ők úgy értékelik azt a harcot, amit Magyarország folytat. Természetes, hogy vannak nemzetek, ahol még az agymosás nem jutott el olyan szintre, mint Nyugat-Európában, akik értékelik a saját kultúrájukat és a saját hagyományaikat. Én nem tartozom ezen emberek közé, de abszolút megértem az érzést. Én egy más szemszögből vizsgálom a világot, amit valószínűleg itt, akik követik, ezt megértenek. Az én szemszögemből nézve minden ország ugyanaz, csak egy verziója a pogányságnak. Én értéktelennek tartom a magyart, ugyanúgy, mint az összes többi mást. Egyetlen egy dolog van, ami számít, az, hogy mi az, amit a teremtő akar, mi az, amit ő leírt, és mi azt szerint éljünk. Két fajta ember van a világon. Az egyik, aki ezt az utat járja, és mindenki más. Úgyhogy aki nem ezt az utat járja, az beletartozik mindenki másba. Az, hogy harcol a másik csoporton belül 100 különböző kis csoport, az így van kitalálva. Így elhitetik a világgal azt, hogy rengetegféle verzió van, és ezt nem lehet csak úgy megoldani, hogyha mindenki egy dolgot gondol, és egy gazdaság van, egy pénz, egy vallás, egy irányító hatalom, és ez az új világrend. Ez az, ami felé tartunk. Ez, ami történik most az Európai Unióban, egy ékes bizonyítéka ennek. El fog jönni a nap, amikor mindenki megérti azt, hogy amiről itt szó van, évek óta az az igazság. A világ egy dolog körül forog, és az az, hogy ki melyik oldalnak adja oda az erőfeszítéseit, a tiszteletét, az imádatát, és végső soron a lelkét. És bár úgy tűnik, hogy rengeteg ideológia van, és végtelen oldalról lehet választani, a helyzet az, hogy csak két oldal van. Az egyik oldalon egy maroknyi ember próbálkozik minden erejével azon, hogy úgy éljen, ahogyan a Teremtő meghatározta azt az írásokban. A többiek pedig nem értik a világot, és harcolnak annak megmentéséért, és nem értik azt, hogy ez lehetetlen. Azért lehetetlen, mert ez egy virtuális valóság, egy álomvilág, egy színház. És mint minden színházban, a színdarabnak előbb-utóbb vége van. Ennek pedig hamarosan vége van. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja és shalom!